A kültéri tornaeszközök jó lehetőséget kínálnak a közös sportolásra, közösségépítésre, az egészséges életmód fenntartására. Szabadtéren, beltéren egyaránt jól ki lehet használni őket, tartósak és esztétikusak. Projektünk célja, hogy biztosítsunk a korondi iskolások számára kültéri tornaeszközöket, és buzdítsuk őket a kütyümentes szünetekre, a közös mozgásra, a sport megkedvelésére a kötelező tanórákon kívül is. Ezzel a célkitűzéssel nevezett be tavaly a Fuss neki adománygyűjtő programra a Vállalkozók Korondért Egyesület. Nem hiába szaladtak, kerékpároztak akkora nagykövetek, tegnap át is adták az iskolának a megálmodott edzőparkot. Tavaly októberben a Fuss nekin indult a Vállalkozók Korondért Egyesület, karültve a korondiskolával, onnan jöttek főként a nagykövetek, illetve a szülők részéről, és kitűztük, hogy 10 000 lejt szeretnénk megpályázni erre az edzőparkra, de sikerült megduplázni az összeget, több mint 24 000 lejt sikerült összehozni ezen a Fuss neki rendezvényen. Hányan vettek részt a rendezvényen? Hát elég sok számba voltak, mert jöttek a nagykövetek, a szülők, a tanárok, azon kívül még a diákok, úgyhogy egy egész közösségi mozgalom volt, a helyi rendőrség is segített itt a forgalom irányítás, úgyhogy szám szerint nem tudom, de koronnak a színe java képviseltette magát. Honnan jött az ötlet, miért volt erre szükség a sarok? Hát az egyesületünket azt már több mint egy éve megalapítottuk, és ez volt a fő jelmondatunk, hogy a tanulást, az iskolát, meg ilyenfajta tevékenységeket, illetve mozgalmakat támogassunk, ez a fő célkitűzésünk, és akkor innen jött az ötlet, hogy a diákok szünetbe tudják a fölösleges energiájukat levezetni itt ezen az edzőparkon, és akkor így a mobiltelefonokat is egy kicsit próbáljuk kiszűrni, mert amúgy is elég sokat használják. A nagykövetek szívvel, lélekkel vállalták a rövidebb, hosszabb távokat. Szívügyüknek érzik, hogy a fiatalok egészséges életmódját segítsék. Nagyon fontos volt az az összefogás, amit a nagykövetek és a szervezők végrehajtottak a projekttel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy minden közösségnek egy alapeleme, hogy tudjunk összefogni és valami újat, valami jót tenni a faluért, a fiatalokért, az ifjúságért. Másik részről pedig az objektum, ami elkészült, mutatja, hogy mennyire szükség van az, hogy a fiataloknak egy egészséges életmódot, egy egészséges sport teljesítményre adjunk lehetőséget. Ezért is fontos volt, hogy egy ilyen létesítmény létrejöjjön, az iskolások szünetben tudják használni, próbáljanak egészségesen élni és minél többet sportolni, mert ez a legfontosabb az életben, úgy gondolom. Milyen érzés, hogy ehhez a projekthez te is hozzátettél? Fantasztikus. Egy olyan csapatot ismertem meg itt, akikkel élmény dolgozni, és mindennek ez az alapja, az összefogás. És hogyha vannak emberek, akikkel össze lehet fogni és együtt dolgozni, akkor előre halad a község, előre halad a falu, előre halad az ifjúság. Az átadási ünnepségen az egyesület titkára, Lőrinc Nóra köszöntötte az egybegyűlteket, majd az iskola igazgatónője fejezte ki örömét a megvalósításért. Én nagyon bízom benne, hogy teljesen jó hatással lesz, mert a szüneteket is egy kicsit változatosabbá tehetjük, ugyanis nekik az volt a felhívásuk, hogy a kütyümentes élet jobbá tétele, hogy tapasztalják meg, hogy a kütyümentességet is lehet úgy élvezhetővé tenni, hogy még jól is érezzék magukat. A másik pedig azt gondolom, hogy a fizikai aktivitás rendszeres művelése az egy jó edzés arra, hogy az akarat, a kitartás és az eredményesség is javuljon. Az iskola tanulói útmutatást is kaptak az edzőparkhoz Kulcsár Zoltán, szovátai crossfit edzőtől.